No, ugye itt vagyunk, itt hagytuk abba a csillés pálya végén, úgyhogy mehetünk is a főbosszra, az első világ főgonoszára. Bizony, bizony, itt látjuk a főgonoszt, Dante-t, aki rendkívül unatkozik. Szegény doktornak lóg feje lefelé. És sokáig lógunk feje lefelé, akkor meghaltunk, annyi vér megy a fejünkben, úgyhogy vigyázni kell. Jön a kalóz, ő lesz bizony az ellenfelünk most. Cannon Boat Keys. Kell neki egy gonosz tervre. És mindent megcsinál. Uram! Igen, az röhögésen muszáj volt. Kis papagáj, hogy beszólt a végén. Ezt a kis zöld bajkeverőt kell megkeresnie. És el kell pusztítani. Mondjuk ez a röhögés, ez epic, tehát ezt akárhonnét nézzük, ez a röhögés, ez priceless, tehát az egyik legjobb FV röhögés a bolygón. Úgyhogy, hát persze megesküdik a kalóz, hogy hát ki el fog minket kapni. Nem tudom, hogy a Dante-nak hogy volt meg neki a Croc 1-nek a leborítója, de hát igen, így fognak ilyen csontvázak leesni az égből, de ezeket nagyon könnyen tudjuk egy ütéssel kiütni. Úgyhogy lesz egy két alvó, és igen, így a szemét így lerakja a földre, tehát így elég fura, hogy így létezik ez a lény. Igen, ott fent is van egy, azt nem szabad kihagyni. Igen, most 50-et kell összeszereznünk, mert hülye meg megfordult, hogy így még könnyebben ki tudtam nyírni. Igen, ezt korábban a Keszkiosz is írta, hogy nem kell az összes serleget vagy szobrot összegyűjteni, hogy menjünk a bosshoz. Tehát a bosshoz elég csak a pályákat megcsinálni, nem kellenek a serlegek. Az egy másik pályához fog kelleni, szóval ide bárki el tud jutni, és meg is van az 51. Gyémánt. Igen, ezt azért hagytam, mert ezt imádtam mindig, ez a hatalmas hatásszínet, amit itt levágott nekünk ez a kalóz, ez priceless volt szerintem mindig. És az a lényeg, hogy folyamatosan lövöldöz minket a levegőből, ilyen ágyukkal, és ezek a barna fa részek, ezeket ki tudja lőni többek között, és el is tűnnek, látjátok? Ezzel vigyázni kell, de hát ez nem gátol minket. Igen, ezt is kinyírjuk. Itt a második ütés. Igen, halljuk, hogy most egy kicsit pörgősebben lő, úgyhogy vigyázni kell vele. Könnyen eltalál minket így is. Ez egy elég gyors boss, és mindig is szerettem, talán pont ezért, mert nem tudnak kihívás igazából. De gyakorlatilag vége is. Ennyi volt. Visszát kalóz. Beesik a vízbe. És ennyi volt. Vége az első világnak gyakorlatilag. Croc megmentette a gobókat ettől a csúnya gonosz kalóztól. Mekkora egy köcsög baromarcú az, hogy kéne. És most ajánlom fel a játék, hogy a Swap Meet Pete-hez, aki amúgy egy nagyon fura, de nagyon kedves fickó, ezt mindig mindenki el fogja mondani nekünk. Ő most vár minket sok szeretettel, úgyhogy hát majd menjünk is hozzá majd tovább, ugyanis ő fog minket átvinni a második világba. Ha jó is, de egyelőre még nem menjünk vissza, mert még van egy pálya, amit meg kell csinálnunk. Igen, innét tudjuk elérni a fő boss pályát, hogyha újra akarjuk játszani. Ha kell esetleg farmolni pénzt, akkor bátran tudom ajánlani, mert tényleg nem egy nagy kihívás szerencsére, viszont kellően hangulatos. Igen, ott van az egyik szobor, itt is megcsináltuk, és most kipróbálom, hogy ez a bizonyos ajtó, ez kinyílt-e. Kinyílt, úgyhogy mehetünk majd be, de ezt már csak következő alkalommal fogjátok meglátni, hogy igazából mi is rejtőzik amögött az ajtó mögött, és miért érdemes megcsinálni. Úgyhogy további szép napot mindenkinek, vagy szép estét, vagy szép reggelt, ki mikor nézi. És fürödjetek minden nap, ahogy Croc is teszi. Úgyhogy találkozunk a következő részben. Sziasztok!